a táborfalvi lőtér, ez egy egész különleges szeletet ragadott meg az Alföldből. Tényleg úgy van, ahogy mondja, hogy gyakorlatilag homokbuckás, nyáras, borókás részek vannak az egyik oldalon, és láprétek, mocsarak, vizenyő a másik oldalon, és hát annak köszönhetően, hogy ez több mint 100 éve gyakorlatilag honvédelmi célokat szolgáló terület, tehát nem lehetett itt a hagyományos szántóföldi, meg falu fejlesztési tevékenységeket folytatni, ezért gyakorlatilag ez így elég jó érintetlen állapotban megmaradt. És hát emiatt van az, hogy nem csak nagyon jó élőhelyek vannak a területen, hanem nagyon különleges és iszonyatosan ritka fajok is megmaradtak ezeken az élőhelyeken belül. És hát ugye itt beszélhetünk például a rákosi viperáról, vagy beszélhetünk például az óriás úti fűről. Egy ilyen projekt tervezésekor hogy kell egy ilyen fokú változatossággal rendelkező területhez hozzányúlni? Gondolom, ugye minél nagyobb a változatosság, annál összetettebben kell gondolkodni. Ez egy mekkora feladat? Ennek nyilván egyik része maga a honvédelmi használat, tehát itt azért katonák kiképzése zajlik, ami járműforgalommal, robbantásokkal, lőgyakorlatokkal jár, ennek nyilván van egy hatása a területre. De ezen kívül a területen belül vannak erdő- és mezőgazdálkodási tevékenységek is, tehát egy nagyon széles spektruma található meg a különböző használatoknak. Ami jó abban az esetben, hogyha ezt össze lehet hangolni a természeti értékek megőrzésével, és igazából ez a pályázat erről szólt, hogy tételesen egyik területről a másikra haladva nézzük meg, hogy milyen használat zajlik, hogy lehet azt úgy módosítani, hogy jobb legyen a természeti értékek szempontjából, de a terület használati igények és szándékokat, azt pedig ne tegye tönkre. A jövőben mik lesznek az elsődleges feladatok? Kiemelt fontosságú minden egyes ilyen Európai Uniós pályázat és minden fejlesztés kapcsán az, hogy az utófenntartás az megtörténjen, ami azt jelenti, hogy azok az eredmények, amik itt a projekten belül bekövetkeztek, az, hogy az invazív fajoktól mentesítve lettek a legfontosabb élőhelyek, az, hogy a vízgazdálkodás egy kicsit helyre lett állítva, az, hogy mondjuk a vipera védelmi területen egy vipera barát mezőgazdasági használat lett beállítva, ezeknek az utófenntartásáról kell gondoskodni. Ez igazából már szempont volt a projekt tervezésekor is, hogy hogyan lehet majd ezt biztosítani, ezt az utófenntartást, és itt két stratégia lett választva. Az egyik az az, hogy ebben a projektben partner volt minden olyan szervezet, aki egyébként ezt a területet használja. Tehát, hogy itt nem külső szereplők hozták létre ezt a pályázatot, hanem azok a szervezetek, akik ezt a lőteret projekttel vagy projekt nélkül, de egyébként is kezelik. Ez volt az egyik fontos elem, ők így mind érintettek, és mindannyian értik, hogy mi az, ami itt a projekten belül zajlott és létrejött. A másik elem pedig az, hogy azokat a területeket, amiket a honvédelmi tárca haszonbérbeadással hasznosít, tehát külső gazdálkodókat hív meg, és ad lehetőséget arra, hogy a területeket kezeljék, mondjuk legeltetéssel. Nekik a haszonbérleti szerződésük tartalmazza azokat a területkezelési előírásokat, amik gondoskodnak a projekt eredményeinek a fenntartásáról.